Két hét múlva rajtol a bajnokság a labdarúgó NB1-ben, a csapatok pedig sorra játsszák az edzőmeccseket. A Kisvárda a Diósgyőr elleni 1-0-ás hazai vereséggel búcsúzott átmenetileg szurkolóitól, akik már csak a nyitófordulóban láthatják a csapatot. Sok új arccal nem kell megismerkedniük a drukkereknek, mivel a kölcsönből visszatérő kapus Zöldes Illés mellett a korábban Csákvárdon szereplő Baranyai Ádám, a Nyíregyházáról érkező Rubus Tamás és a volt újpesti Tisler Patrik számít új szerzeménynek. Az volt az elsődleges feladat, hogy bent adjuk a csapatba a csapat magját, és azok a játékosok, akik sokat tettek a sikerért, azok új szerződést kapassanak, vagy ha esetleg sikerül őket eladni, akkor értékesítésük után hasonló játékosokat, hasonló tudásot hozzunk. Egyelőre értékesíteni nem sikerült. A Siófok kölcsönjátéka után az Izing Martint megvásárolta, ő távozott oda, a többi játékos pedig az terv szerinti, illetve a Vári Barna esetében más volt, mert ő kért a távozása, többi játékos pedig ott vagy lejárt szerződésű volt, és már nem hosszabbítottunk vele, vagy pedig mi nem akartunk vele. Azt gondolom, hogy a jelenlegi keretünk az elsősorban egy picit a magyarosítás útjára lépett, és mutatja, hogy elment 7 játékos, ebből volt 4-5 külföldi játékos, és hoztunk eddig 4-et. Akik csak magyarok. Még egy játékosnak helye van a keretben, de még szeretnénk is engedni a keretből, úgyhogy a végső soron lesz még változásunk, de augusztus 31-ig még ráérünk, nem kell kapkodnunk, mert az alapcsapatunk teljes mértékben megvan. A sportigazgató szerint, mivel a Kisvárda már megismerte az élvonal légkörét, a tavainál merészebb célokat tűzhetnek ki a csapat elé. Én úgy érzem, hogy attól többek vagyunk már, hogy csak a bemaradás tűzük ki célul. Van nem titkolt vágyunk, az az első 5-6 helyezés, még adott esetben a 4 is, úgy érzem. Természetesen az NB1-ben minden előfordulhat. Az a véleményem, hogy az új csapatok, akik az Allegerszeg, Kaposvárig most feljutottak, nekik még az érmekkel szokni majd, és addigra nekünk sikerül az elején annyi pontot gyűjtenünk, hogy stabilizáljuk, és megnyugodva tudjunk folytatni egy sorozatot, vagy egy első szakaszt a versenysorozatban. És én azt látom, hogy a többi csapat pedig a pillanatnyi formájának köszönheti majd a helyezését, a győzelmét. Szeretnénk több győzelmet szerezni, mint tavaly, és hazai pályán mindenképpen eredményesebbek szeretnénk lenni. A Kisvárda szombaton Budapesten a Vasassal játszik felkészülési mérkőzést, majd a bajnoki főpróbát is a fővárosban a Gyirmót ellen tartja Mirza László együttese. A nyitófordulóban augusztus 3-án a Pas látogat a Várkerti stadionba.